Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Ez a felvétel két napra szól, július 8-ára és 9-ére. Az indiai asztrológiában vannak jógák. Ezek olyan kapcsolatok a bolygók között. De van más jóga is, mint például az újjaknak a jógája. És ezt szeretném bemutatni számodra. Itt a lélegzésről van szó. Ennek van egy gyógyító hatása is, különösen amikor lélegzési betegségekről van szó. Én most megmutatom ezt a mundrát, vagy ezt az új jógát. Tehát megnézzük az ujjainkat. És a középső ujj fontos. Itt a két kezednél ezt összenyomod, és belélegzel. Utána eltávolítod, és kilélegzel. Ez egy gyakorlat. Tehát mutatom azt, hogy tudnál segíteni ezeknél a betegségeknél, vagy ha arról van szó, hogy valamit el kellene engedned, és akkor fellélegezhetsz. Tehát ajánlom neked ezt a gyakorlatot. Ez segít betegségeknél. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. 8-án a hold mozgása Spica csillag hatása alatt van. Ez azt jelenti, ha 8-án indítasz valamit, és lesz egy új kezdet, ez termést hoz, gyümölcsözni fog. 9-én a hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót, két út, és ez utal az érzelmekre, kármikus témákra, utal a múltra. Itt lesznek emlékek. A hold az a Svati holdházban van, ami lefordítva a mi énünket és a lelkünket szimbolizálja. A déli kereszt csillagkép hatása alatt van, ez utalhat vallási témákra, egy spirituális területre, vagy jelenthet egy új irányt, mert elérkezünk az élet utunkon ehhez a kereszteződéshez, és most elgondolkozunk azon, hogyan tovább, milyen irányba. A hold a mai napon az indiai számítás szerint a mérleg jegyében van, ami szimbolizálja a párkapcsolatot. Ezzel szemben van Mars bolygó, ami jelenti a férfiakat. És ez olyan, mint egy tükör. Itt tükröződik valami, és a férfiak belenéznek ebbe a tükörbe. Itt a hold energiájáról van szó. Ez jelenteti az anyukát, az anyai témákat, de a vágyakat, a reményeket, az álmokat is, hiszen a hold szimbolizálja az érzelmeket. A férfiak ebbe az irányba tekintenek, tehát kimutatják az érzelmeiket. De ez a kapcsolat, ez a szemben álló kapcsolat olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat, ne túl sokat, ne túl keveset, és nem csak arról van szó, hogy a férfiak kimutatják az érzelmeket, hanem nekik el kellene fogadniuk az érzelmeket, amit mi nők nyújtunk számukra. Vénusz bolygó és a hold között van egy olyan kapcsolat, ami nálunk, hölgyeknél bizonytalanságokra utal. Tehát mi nem vagyunk biztosak most a dolgokban, különösen, ha érzelmekről és párkapcsolatról van szó.
A hold és a nap harmóniában áll egymással, mindkettő a levegő elemében van, itt könnyűségről van szó, itt fellélegezhetünk, így passzol ez a gyakorlat, amit mutattam számotokra, azon kívül jelenti a mozgást, a kapcsolatokat és a kommunikációt. A Hold és Jupiter bolygó között olyan kapcsolat van, ami bizonytalanságokat vált ki, különösen egy bírósági ügynél, vagy egy bizonyos helyzetben, ahol igazságtalanságok vannak. Szaturnusz bolygó szintén a levegő elemében van, kihat a sors utunkra, így jó hatással van a napra és a holdra, az jelentheti az érzelmeket, a gondolatokat és a sors döntő változásokat. Itt lesz mozgás, lesznek kapcsolatok és beszélgetések. Mint említettem, a hold Kemadruma jógában van, ami azt jelenti, hogy ez kihat az érzelmeinkre, és nem hagyjuk azt, hogy mások befolyással legyenek ránk. Tehát tiszta érzelmekről van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!